átalakulóban a hazai felsőoktatás szerkezete, miközben a kormányzat még mindig a szakképzés fontosságát súlykolja, melyiket érdemesebb ma választani, egy stabil megélhetés biztosító szakmát vagy egy diplomát, mennyire tud versenyképes és vonzó maradni a nemrég fenntartóváltáson átesett jászberényi kampusz, és milyen szakokkal igyekszik hallgatókat csábítani a Jász fővárosba a február 15-i jelentkezési határidőig. Többek között erről is szól a heti Nézőpont. Köszönöm a kedves nézőinket, a Nézőpont magazinunkat láthatják. Egy fontos dátumot hallhattak a felvezetőben, a témában február 15-e, ez a felsőoktatási jelentkezés határideje, és részben erről fogunk beszélgetni, no meg persze mi másról, mint a jászberényi kampuszról. Az elmúlt hetekben hallhattunk híreket, változásokat a kampusszal kapcsolatban, hogy mutatom, kivel fogok beszélgetni mindenről, illetve ugye az is nagyon fontos, hogy a kínálatról, arról az oktatási palettáról, amit ők tudnak nyújtani. Vendégünk a Jászberényi tanítóképző főiskola elvégzése után pályáját általános iskolai tanítással kezdte, majd visszakerült az alma materbe, ahol tanulmányi osztályvezetőként irányította az oktatói és tanulmányi munkafeltételeit. 2012-től tanszékvezetőként és dékán helyettesként, 2014-től dékánként irányította a karmunkáját. Vezetésével történt meg a Szent István Egyetemből való kiválás, és 2016. július 1-től a megalakult Eszterházy Károly Egyetembe történő integráció. Munkáját több főiskolai, egyetemi, megyei, illetve országos díjakkal ismerték el. Vendégünk dr. Varró Bernadett, a jászberényi kampusz oktatásért, kutatásért felelős főigazgatója és a Nevelés és Művelődés Tudományi Intézet igazgatója. Bizonyára feltűn nézőinknek, hogy egy számítógép van előttem, hiszen a Covid helyzetre való tekintettel, meg egyébként is hát a pedagógusoknak manapság már megvan szokva az online oktatás, talán a hétköznapjaik részévé is vált, úgyhogy így fogunk beszélgetni Varró Bernadettel, aki már itt van az éter másik oldalán. Főigazgató asszony, köszönöm, hogy majdnem azt mondta, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, de inkább azt mondom, hogy itt van az online térben és beszélget velem. Én is köszöntöm a nézőket, és köszönöm a lehetőségeket, hogy tényleg ezekről a témákról tudunk beszélni. Egyébként rögtön így a közepébe, ha már Covid-járványt az előbb említettem, mennyire változtatta meg a felsőoktatást a Covid-járvány? Hát a Covid-járvány bennünket sem kerülhetett ki. Igazából a járvány védekezési szempontjából a kormányrendelet értelmében az Eszterházy Károly Egyetem is még a múlt év március 11-én átváltott az online oktatásra, illetve először egy rendkívüli hetet rendelt el, mégpedig ez azt jelentette, hogy a tavaszi szünetet előbbre hoztuk egy héttel, és pont ez az időszak volt arra alkalmas, hogy a hallgatók, az oktatók, a munkatársak áttérjenek az online oktatásra, a tananyagaikat átdolgozzák, a hallgatókkal felvegyék a különböző platformokon a kapcsolatot. Leginkább ez volt az első lépés. Az egyetemen természetesen szintén megalakult egy járványügyi munkabizottság, akik naponta kapcsolatban voltak hallgatókkal, oktatókkal, az egész egyetemi dolgozói réteggel, és oda-vissza mentek nagyon folyamatosan az információk. Hát, ezt így nehéz elképzelni, de mégis mennyire volt nehéz átköltözni az online térbe. Főleg úgy, hogy erre igazából nem tudom mennyi példa volt korábban. Szóval vannak olyan szakok, ahol egyébként ez egyáltalán nem is igazán megoldható? Teljes egészében nem volt ez idegen a számunkra, hiszen már évek óta nekünk online tananyagok kidolgozásával foglalkoztak az oktatóink. Nagyon sokféle tananyag fel volt töltve az egyetemnek a módőrrendszerébe, tehát teljesen idegen nem volt. Hát a hallgatók számára is fontos volt, hogy olyan technikai eszközökkel rendelkezzenek, tehát ebben is próbáltuk őket segíteni, de úgy tűnt, hogy ez a hét igazából tényleg elég volt arra, hogy be tudott indulni ez a fajta online képzés. Egyébként az is érdekelt, hogy mennyire lehet online jól átadni tananyagot, de ez részben válasz is az előző néhány mondat a kérdésemre, hogy ezek szerint jól, hiszen efelé próbált vagy igyekezett az egyetem is menni. Röviden fogalmazok, akkor azt mondom, hogy igen, sikeresen jól. De mégis azt mondhatom, főleg pedagógusként, hogy szerintem ez a szakma nem váltható ki teljesen nem lehet mindent online. Nagyon sokféle felmérés mutatja azt, hogy még a felnőtt képzésben levő emberek is azt kérik, hogy lehetőleg a kontakt kapcsolat meglegyen a pedagógussal, az oktatóval, más reagálni. Tehát azt mondják, hogy kommunikálni egyedül nem lehet nem kommunikálni. Tehát akár a verbális, akár a nonverbális kommunikáció nagyon fontos az ember számára. Tehát meg lehet sok mindent oldani, de mégis úgy vagyunk vele, hogy amint csak lehet, akkor szeretnénk visszatérni a normális kerékvágásba. Persze gondolom azt is, hogy a gyakorlati képzés résznél, amikor egy iskolai környezetben mondjuk a kezdő pedagógusok, vagy a pedagógiai hallgatók, azok nyilván kipróbálhatják, hogy hogyan működik a tananyag mondjuk egy olyan közegben, egy olyan oktatási közegben, mint mondjuk egy egyszerű gyermekosztály, azt nyilván most nem lehet, ilyen dolgokat biztosan nem lehet megtenni. Így van, hát ebben is voltak lehetőségeink. Igazából az elméleti oktatásokat, hozzá kapcsolódó szemináriumokat is meg tudtuk online oldani, de magát a gyakorlatokat. És ugye jellemző, hogy a mi képzéseink gyakorlatorientáltak, akár a csecsemő, az óvó, a tanító, de főképpen a gyógypedagógia és a gyógypedagógia szakon a logopédia szakirány az, amit végképp nem tudunk elképzelni csak számítógépen keresztül, hiszen azért az nem tükrözi pontosan azt a mozgást, azt az arcmimikát, amire szüksége van egy logopédusnak. Tehát ezeket figyelembe kellett nagyon venni, és úgy időzíteni ezeket a gyakorlatokat, hogy amikor már egy kicsit engedélyezte a járvány, illetve azok az intézmények is beengedték a hallgatóinkat, ezeket akkora tömörítettük. A többi időben pedig megpróbáltuk az elméleti órákat biztosítani. Van visszajelzés egyébként, a hallgatók mit mondanak, hogy nekik mennyire fekszik így az online oktatás? Igen, nagyon fontos mindig a visszajelzés. Tehát azért, ha azt mondom, hogy nagyon nehezen viseljük ezt a helyzetet, mégis mondhatom, hogy vannak pozitív előnyei, hiszen ha csak a digitális kompetenciák fejlődésére gondolok, hallgatónál, oktatónál, munkatársnál, az már nagyon lényeges volt. Fontos volt az, hogy a hallgatókkal a hallgatói önkormányzat állandóan tartotta a kapcsolatot, és ezen egy felületen nekik jelezni lehetett, kértük is, hogy jelezzenek, hogy mi okoz nekik nehézséget, hogyan ítélik meg, tehát szakonként olvashattuk a visszajelzéseket a hallgatóktól. Az első pillanatban talán az okozott riadalmat, hogy túl sok anyagot töltöttek fel az oktatók. Ezzel nem változott meg a követelmény, csak ezekkel a plusz anyagokkal szerették volna segíteni őket az otthoni tanulásban. És aztán utána megértették, hogy egyszer azért a követelmény nem változik meg, csak a segédanyagok száma növekedett meg. Most hány szakon, hány hallgatóval, hány oktatóval dolgozik a jászberényi kampusz? Jelenleg 8 szakot tudok említeni, a pici gyerekkortól, tehát a csecsemő és kisgyermeknevelő képzőtől óvónőn keresztül, óvodapedagógus képzésünk, tanító, ezek ugye a szokott szakjaink, a közösségszervező, a szociális munka, ezek az alapszakjaink, MA szakon a szociális munkásszakot, a felsőoktatási szakképzésen pedig a programtervező informatikust kell említeni, illetve külön ki szeretném emelni a gyógypedagógia szakunkat, amelyik ugye aránylag a legfrissebb szakunk. Ez eddig még csak levelező képzésbe folyt, de most már az idén nappali képzésben is tudjuk ezt hirdetni. Diákszám, illetve... A diákszám az közel 600 hallgató, általában e körül mozog, ugye a fél évek különbözőek, attól függően, hogy keresztféléves kibocsátás vagy pontfelvételi van, viszont az oktatói létszámom az elég kevés hozzá, 23 oktatón van jelenleg, az elmúlt években többen elmentek nyugdíjba, és arra nem volt mód, hogy pótoljuk ezeket az oktatókat, viszont a minőség megőrzése érdekében nagyon sok külső oktatóval dolgozunk, pont amiatt, mert gyakorlati jellegűek a képzéseink, az óvodából, a bölcsödéből és az általános iskolákból, illetve a gyógypedagógiához kapcsolódó terepekről hozunk be igazán jó szakembereket. Mindezt azért kérdeztem, mert ennek a több mint 600 fős közösségnek nagyon fontos, hogy stabil háttere legyen, és az elmúlt időszakban egy pillanatra megrezdült a léc, de szerencsére csak egy pillanatra, hiszen volt egy fenntartóváltás, ami igazából azt is mondhatnám, hogy talán egyik zsebből csak átkerült a másikba a jászberényi főiskolai kar, és sok mindent nem jelent, de mindjárt mutatunk egy bejátszást, amiben Pócs János országgyűlési képviselő, aki egyébként ebben az ügyben lobbizott, elmondja nekünk, hogy miről is szól ez a fenntartóváltás. Az Egri Egyházmegye mindig ragaszkodott hozzá, hogy ha már annyi óvodát, iskolát, bölcsödét, szakképzőt, gimnáziumot átvett, akkor szeretné átvenni az Egri Egyetemet, és semmi baj nem volt. Tehát ezzel igazából ez csak egy ilyen gyakorlatilag egyik zsebből átkerül a másikba? Igen, az számunkra volt egy feltétel a miniszter felé, hogy ragaszkodjon hozzá, hogy úgy adjuk át, mint állami fenntartásból, hogyha a tanítóképző főiskolát is átveszi, meg az Érsekatyánál is volt egy ilyen kérésünk, hogy ha átveszi az egyetemet, akkor vegye át a jászberényi kampuszt is. És mi a helyzet? Változott bármi egyébként? Tehát, hogy nem tudom, most hogy állunk ezzel? Igen, változott ahhoz képest, hogy ez egy kedvezőtlen folyamatként indult, most biztosan mondhatjuk, hogy át fog jönni. Ebből a videó bejátszásból kiderült, hogy gyakorlatilag ez egy nagyon jó hír, gyakorlatilag ez egy stabilitást hoz, hogyha jól, tehát hogy pontosan mit is jelent ez a fenntartóváltás a jászberényi kampusznak? Igen, mint hallhatjuk, modellváltás előtt van a magyar felsőoktatás, tehát biztosak voltunk benne, hogy ez bennünket is érinteni fog. Reméltük, hogy úgy érint bennünket, hogy az Eszterházy Károly Egyetem egészébe tartozunk mi is bele. Bizonytalan volt azért a helyzet, hiszen már a gyöngyösi kampusz korábban kilépett ebből az Agrártudományi Egyetembe, illetve a sárospataki kampuszról is hallani lehet, hogy egy tokaji egyetemnek a részét fogja képezni. Tehát félő volt, hogy velünk egy vidéki kampusszal mi történik, és azért lehetett hallani félő hangokat. Pócs János képviselő urat meg is kerestem ebben az ügyben, hogy tényleg ne kerüljünk rossz helyzetben. Ő pontosan tudta, hogy a miniszter urat kell megkeresni ebben az ügyben, és meggyőzni arról, hogy a JÁSSÁGI egyetlen felsőoktatási intézménynek ebben a térségben milyen szerepe van. Tőlünk nem volt ez idegen, ez a fajta fenntartóváltás, hiszen mi már ugye 2014-15-ben is érdeklődtünk az Egri Főegyházmegyénél, a Szent István Egyetemből való kiválásnál mi terveztük az egyházmegyéhez való átmenetet. Úgy látszik, hogy most jött el az ideje, hogy így az Eszterházy Károly Egyetemen belül fogunk áttérni. Nem félünk ettől a váltástól, az Érsek úr egy szenátusi megbeszélésen mondta, hogy ő minden jó dolgot szeretne megtartani, tehát nem hiszem, hogy ez igazából nagy változást hozzon, inkább azt, ahogy hallhattuk, hogy egy biztonságot. Tehát a felsőoktatás folyamatosan átalakuláson van már sok év óta. Én azért úgy érzem, hogy az egyházmegye kötelékében lenni egy sokkal biztosabb, hosszú távú jövőt jelenthet az intézménynek, és erre nagy szükség van a jelentkezők, a szülők, és ugye természetesen az intézmény dolgozói szempontjából is. Volt bármilyen kérés az egyháznak a kampusszal kapcsolatban, annak jövőjével, tervezésével kapcsolatban? Annyit tudok, hogy folynak az egyeztető tárgyalások a minisztérium, az egyetem és a főegyházmegye között. Ezek még vezetői szinten történnek, hozzám még konkrét kérdés nem jutott el. Az Érsek úrék voltak itt az intézményt megtekinteni, akkor azért sok mindenről szó volt, szakokról, de az, hogy pontosan milyen elképzelései lesznek majd a jövőbe, erről még nem ültünk le beszélgetni. Arról viszont évek óta szó esik, hogy a JÁSSÁG egy ilyen, nyilván a Covid-válság előtti időkről beszélünk, ami azért egy egészen más helyzetet hozott, és talán az egy-két évvel ezelőtti nagyon fontos kérdések most háttérbe szorultak a veszélyhelyzet megoldása miatt, de azért, ha ez egyszer megoldódik, akkor vélhetően újra előkerül majd az a probléma, hogy a jászságban kevés a szakember. És ipari, illetve egészségügyi oldalról is azt hiszem korábban felmerült, hogy a jászberényi kampusznak lehetne dolga, hogy kielégítse ugye az itteni munkaerőpiac igényeit. Ez a tervek között szerepele még, vagy ezzel most jelenleg hogy állunk, hiszen akkor még annó választás előtt volt egy sajtótájékoztató, ott már konkrétumokról is beszéltünk, azóta ez terv maradt, vagy hogy állunk ezzel? Volt ez a sajtótájékoztató, és azóta már valami megvalósult benne, hiszen akkor két nagy irányról beszéltünk, az egyik az informatika, a másik a műszaki képzés. Az informatikában már részben volt egy felsőoktatási szakképzésünk, a programtervező informatikus képzés, de utána sikerült elérnünk azt is, hogy ezt alapképzésben most már hirdetjük. Tehát ezen a vonalon lett előrelépés, itt már csak várjuk a diákokat, hogy mindenképpen jelentkezzenek ide Jászberényben is alapképzésre, illetve aki már végzett a felsőfokú szakképzésen, az ebbe a képzésbe folytatni tudja alapképzésen ezt a képzést. A másik, a műszaki képzés, az igazából még mindig terv, és most nem tudom, hogy a fenntartó váltással ez hogyan fog alakulni. Tehát az érsekségnek milyen elképzelése van egyáltalán a képzésekről, a jászberényi képzésekről. Az természetes, hogy egy felsőoktatási intézménynek mindig fontos a munkaerőpiaci igényeket kielégíteni. És egy picit visszakatyanrodva oda, hogy ez a helyzetünk, a fenntartóváltás, itt azért még el kell mondanom azt, hogy megint egy összefogást köszönhetek, és megköszönhetem mindenkinek a részvételét, mert azért a képviselő úron kívül a városvezetői is megkeresték az érsek urat, illetve tudom, hogy a jászsági polgármesterek, illetve a jászberényi vállalkozók is mind az egyetértésüket és a kérésüket fejezték ki, hogy a jászberényi felsőoktatás megmaradjon. Természetesen, hogy biztos, hogy szó került, és szó fog kerülni arról, hogy itt a munkaerőpiaci képzések előtérbe kerüljenek, akár továbbképzések, felnőtt képzések keretében, vagy alapképzés keretében is. Ezek nem egyszerű dolgok, tehát egy szakalapítást, egy szakindítást azért hosszú folyamat előzi meg, és ahhoz azért szakemberek, minősített szakemberek, infrastruktúra, minden szükséges. Tehát egy picikét most ez még mindig jövő kérdése. Mindenesetre azért hoztam ezt ide, hiszen egyrészt tervezni mindig kell, másrészt viszont ugye néhány nappal ezelőtt zajlott az edukáció kiállítás most online térben. Én magam is bekukkantottam egy regisztráció után, és próbáltam felmérni a felsőoktatási palettát, és hát nagyon nagy a verseny, azt nyilván el kell mondani. És hát próbáltam az Eszterházy Károly Egyetem palettáját is megtekinteni, azon belül próbáltam valahogy kisilabizálni, hogy ebben a kemény versenyhelyzetben vajon hogy mennyire rúg labdába a jászberényi kampusz. Tehát akkor megtaláltam én egy kis filmet, amiből egyébként most látni is fogunk néhány snittet, és nagyon vonzó kis filmet láttam. Egy kedves hölgy beszél arról, hogy mit is lehet itt a jászberényi kampuszon tanulni egyrészt, másrészt pedig milyen lehetőségei vannak a kampuszon. Ebből látunk egy pár másodpercet, aztán folytatjuk a beszélgetést. Ha gyerekekkel szeretnél foglalkozni, akkor a jászberényi kampuszon biztosan megtalálod a számításaidat, hiszen csecsemő és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító, valamint gyógypedagógia alapképzéseinkre is jelentkezhetsz. És ha már a pedagógus képzésről beszélünk, mindenképp szeretném megmutatni a demonstrációs termünket. Ebben a teremben zajlanak a csecsemő és kisgyermeknevelő szakos hallgatók gyakorlati kurzusai. Nem sok egyetem mondhatja el magáról, hogy egy jégcsarnok van az udvarában, de mégem. A jászberényi kampusz hallgatói rendszeresen látogatják a jégcsarnokot, és nem csak az órák után, hanem akár órakeretben is, hiszen szabadon választható tárgyként is felvehető. Így a hallgatóknak lehetőségük nyílik rendszeresen jégkorcsolyázni, és azért valljuk be, egy-két hosszabb előadás után ez az óra biztos, hogy mindenkit felébreszt. Mivel próbál vonzó lenni a jászberényi kampusz? Én azt hiszem, hogy ez a valóság, tehát nem csak egy olyan kép, ami kedvezővé teszi az intézményünket, hanem tényleg ez a valóság. Aki azért belép az épületbe, az mindazt szokta nekünk mondani, hogy ezt érzi, hogy valami itt vonzza. Én úgy gondolom, például aki az egész kisfilmet végigvitte, egy volt hallgatónk, aki óvodapedagógus szakon végzett, jelenleg most végzi a szociálpedagógia MA szakunkat, és bízom benne, hogy itt is marad, jelenleg is már dolgozunk. A PR munkát, a hallgatóknak a koordinálását a kollégiumban ő végzi, tehát azért erre is van lehetőség, hogy a hallgatóink itt maradjanak. Amivel én úgy gondolom, hogy meg tudjuk a hallgatóinkat fogni, hogy a családiasra lépkerünk. Tehát nem vagyunk túl sokan, és szinte minden hallgatót személy szerint ismerünk, minden kérését, problémáját, tehát nálunk nem egy neptunkót, nem egy papír, egy hallgató, mindenkivel együtt tudunk dolgozni. Az intézménybe, ahogy belépnek tényleg egy nyílt napra a diákok, akkor azt szokták nekünk visszajelezni, hogy van valami olyan a levegőben, ami megfogja őket. Sajnáljuk nagyon, hogy tényleg két nyílt napunk is kimaradt decemberbe és januárba, mert azért olyankor a dísztermünk telve szokott lenni, ami azt jelenti, hogy minden alkalommal egy 150-160 diák jelenik meg, ezt most csak online térbe tudtuk megtenni, úgyhogy én azért nagyon bízok abba, hogy nézik a diákok és a szülők a honlapunkat, figyelik, hogy bemutatunk minden szakunkat, videókat láthatnak, akár a szakokhoz kapcsolódó könyveinkről, a könyvtárból, vagy a gyakorlatokról, vagy olyan szakemberekről, akik bekapcsolódnak folyamatosan a munkánkba. Mi ezt csak megerősíteni tudom, hogy nagyon informatív a honlap, tehát tényleg valóban szinte minden információt meg lehet találni a honlappal kapcsolatban. Most azért kérdeztem, mert nyilván a következő, hát nagyon sokan már vélhetően azért pontosan tudják, hogy hova szeretnének, de mindig akad néhány ilyen last minute jelentkező, aki így az utolsó két hétben próbálja majd eldönteni, hogy na végül is mit is, hogyan jelöl meg. Szóval akkor nekik mondjuk el, hogy milyen szakokra lehet jelentkezni, és hova várnak hallgatókat. A pedagógus képzés terén ugye már hagyomány nálunk, hogy a legkisebb gyerektől kezdve haladva, tehát a csecsemő és kisgyermeknevelő szakunk, ide a bölcsődébe kapnak képzést az itt végzett hallgatóink, óvodapedagógus szakra, tanítószakra jelentkezhetnek, gyógypedagógia szakra, ezeket mind nappali és levelezőképzésben is hirdetjük, de ugyanilyen a közösségszervező szakunk, ami a régi művelődésszervező, majd az andragógia szak helyébe lépett. Nagyon szeretik ezt is a hallgatók, bár itt most jobban levelező képzéseink vannak. A szociális munkás szakunk az már csak egy kifutóképzés, tehát már azt most nem hirdetjük, viszont akik már BA képzésben részt vettek, ők az mesterképzésünkre jelentkezhetnek a szociálpedagógia szakon. És ahogy említettem, az informatika terén egyrészt van a felsőoktatási szakképzésre, mint programtervező informatikus szak jelentkezési lehetőség, és ugyanezen a szakon már nappali és levelező képzésbe szintén lehet alapszakra jelentkezni. Ezeket tudom ajánlani, és tényleg őszintén tudom minden diáknak és szülőnek mondani, hogy egy biztonságos környezetbe fog Jászberénybe érni. A kollégiumunkat nagyon jól felszerelt kollégiumunk van, olcsón tudják igénybe venni, illetve egy olyan minőségű oktatás folyik az intézményükben ezeken a szakokon, hogy amikor végeznek a hallgatók, biztos, hogy állásuk lesz. Pont ezt akartam kérdezni, most itt némileg önkritikára is kérem, egy másodpercig nem vonom kétségbe a minőségi oktatást, de azért a kormánynak van egyfajta új programtervet. Van egy tendencia, nagyon fontos, ugye az a fajta szakképzés, ami felé jobban orientálják a diákokat. Ma már sokan meggondolják, hogy egy jó szakmát válasszanak, vagy mondjuk mégiscsak a felső oktatás irányában egy diploma felé menjenek. És jelenleg, hogyha csak azt nézem, hogy a diákokat mennyire támogatják, akkor bizony nagy előnyben van a szakképzés. És sok szülő elgondolkozik otthon, hogy vajon mit tanácsoljon a gyermekének, hogy a felsőoktatásban esetleg legyen egy olyan diplomája, amivel nem tud mit kezdeni, vagy inkább egy tisztes állása legyen, ami most egyelőre úgy tűnik, hogy jó jövőképet fest. Szóval mennyire versenyképes az itt kapott oktatáson túl a diploma? Én úgy gondolom, hogy ezek a szakok, amelyeket mi hirdettünk, amelyen végeznek a hallgatók, ez mindenképpen a munkaerőpiacon megállja a helyét. Nincs olyan hallgatónk, aki nem tudna elhelyezkedni a végzettségével, sőt, most is éppen a hétfői órámon fájlalva mondtam a hallgatóinknak, hogy az egyik nappali tagozatos hallgatónk a csoporttól elkérte magát levelezőképzésre, pont azért, mert már elsős korában is kikérik az óvodába, iskolába. Nem tudok annyi végzett hallgatót biztosítani a jászságban, az iskolákban, óvodákban, bölcsödékben, amennyire szükség lenne. Tehát ebben biztos vagyok, hogy a munkaerőpiacon megtalálják a helyüket. A gyógypedagógia szakunk megint egy olyan képzés lett, ahol mondhatom, hogy sajnos, de bizony nagy szükség van rájuk, sőt, azért is indítottuk kezdetben levelezőképzésen, mert ott is a végzett tanító óvószakosaknak egy másik lábat jelent, egy plusz képzést jelent, illetve ha csak marad az óvodába, iskolába dolgozni, akkor is ez a plusz tudás neki nagyon nagy segítséget ad. Hát az informatikus képzést meg megint nem kell mondanom, hiszen nem tudnak az országban annyi informatikus végzettet elhelyezni, illetve annyi hely van, hogy sokkal többet tudnánk képezni. Annak ellenére, hogy korábban már beszéltünk arról, hogy nehéz tervezni, hiszen egyeztetések folynak jelen pillanatban, tárgyalások a kampusz jövőjével kapcsolatban, nyilván azért kell távlati célokat kitűzni. Azon túl is, hogy a munkaerőpiaci igényeket az említett szakokkal, vagy tervezett szakokkal ki kellene egyenlíteni a jövőben. Milyen tervek vannak még? Vannak? Terveink mindig vannak, rövidtávúak, középtávúak, és majd gondolom, hogy mindig is lesznek hosszú távú tervek is, viszont azért, mivel nem vagyunk önállóak, ezért mindig alkalmazkodni kell ahhoz a nagyobb egységhez, tehát így az Eszterházy Károly Egyetemhez, illetve most majd az új fenntartónak az elképzeléseihez. De az biztos, hogy nagyon szeretném, hogyha ezek a szakok erősödnének olyannyira, hogy bátrabban jelentkeznének, a jászságból és akár messzebbről is a diákok ezekre a szakokra, illetve új szakokkal azért csak nagyon jó lenne bővülni. Egyrészt ezeket a szakokat mind nappali levelezőképzésben teljesen kiterjeszteni, illetve akár az informatika terén, akár a műszaki képzés terén, de én azt hiszem, hogy a jászsági turizmus fejlődése hozhat egy turizmus vendéglátásképzést is. A kollégiumunk egy nagyon jó tanszállodai lehetőség lenne, de itt vannak a sport területek, itt van a jegesport, amiben az országban azért nem sok egyetem van, ahol tényleg, még ha nem is a miénk már, de az udvaron ott van a jégcsarnok. Tehát én azt hiszem, hogy még a jegesportokkal kapcsolatban is, akár edzői képzésekben is gondolkodhatunk, és mindig jönnek újabb kérések, akár a munkaerőpiac oldaláról, akár a fejlődés terén. Én azt hiszem, hogy mindig nyitottak voltunk, és nyitottak vagyunk egy ilyen továbbfejlődése. A rövidtávú céljaink között mindenképpen azért ott van a személyi állománynak a bővítése, megerősítése, lehetőleg főállású oktatókkal lenne jó azért a szakokat ellátni. Ehhez azért infrastruktúra is szükséges, bízunk benne, hogy ebben is kapunk segítséget, és tényleg meglátjuk, hogy a fenntartónak az elképzelései alapján egyáltalán bármilyen szerkezeti struktúra átalakítást kell-e végeznünk, szükséges-e, hogy hatékonyabbak legyünk. Én így gondolom a rövid távot, és akkor utána meglátjuk, hogy tényleg egy középtávúban már az új fenntartóval hogyan tudunk gondolkodni. Reméljük, minél előbb normalizálódik ez a COVID-járvány, és aztán minden normális kerékvágásban folyhat tovább. Stabil jövőképet, sok hallgatót és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőségeket, és én is ugyanúgy minél előbbi COVID-mentes időszakot kívánok. Köszönöm, viszonthallásra. Nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Nézőpont ezen a héten. Ezt az adásunkat, mint ahogy az összes többit megtalálhatják a JÁSSÁGI Térségi Televízió internetes platformjain. Kövessenek bennünket Facebookon, YouTube-on, illetve a jttv.hu-n. A hallgatók pedig, ha ezt hallották, akkor hát nosza, jelentkezzenek a jászberényi kampuszra, mert jó ide járni. Minden jót, jó pihenést, jó egészséget, viszontlátásra!